Elkezdődött a tömeges koronavírus tesztelés, ma a szociális intézmények dolgozóit szűrték, hétfőtől pedig jönnek az iskolák, az óvodák, a bölcsödék, valamint az egészségügyi dolgozók, csaknem 17 ezer helyszínen. Főként egyetemistákból álló csapatok segítenek majd, más országok is próbálkoznak hasonlóval, nem egyértelműek az eredmények. Orbán Viktor azt mondta reggel, hogy neki is vannak kétségei a gyors tesztekkel kapcsolatban, azért rendelték el, mert az érintettek kérték. Ebben a pécsi gondozó otthonban is elkezdődött a dolgozók tesztelése, ami 2-3 napig tart. A vizsgálat idején is maradtak a szigorú szabályok, az M1 stábja is csak az ablakból forgathatott. Ha két csík fog megjelenni, akkor pozitív, ha egy csík, akkor negatív. 60 szakdolgozót vizsgáltak meg ebben a Hódmezővásárhelyi idősek otthonában, és a tesztelést egy hét múlva megismételik. Szerencsére negatív eredményeket kaptunk, tehát mindenki egészséges, úgyhogy megnyugodhatunk mi is, a környezetünk is, hogy minden rendben van. A Komárom-Esztergom megyei Tátra kora reggel érkeztek meg a tesztek. Az összes dolgozót tesztelik a jelenleg 71 idős lakóról gondoskodó intézményben. A vezető szerint így a munkatársai is nyugodtabbak lesznek, és a gondozottak is nagyobb biztonságban érzik magukat. Az intézmény orvosa fogja a napokba elvégezni a teszteléseket a dolgozóimnak. A dolgozók nagyon örültek annak, hogy a tesztek megérkeztek, és nyitottak rá, hogy elkészüljenek. Budapesten már csütörtökön megérkeztek a szűréshez szükséges tesztek az intézményekbe, és a vizsgálatok is zökkenőmentesen elkezdődtek a szociális ágazatban. Egyebek mellett idős otthonokban és nevelő otthonokban is tesztelik a dolgozókat. Budapesten mintegy 200 helyszínen történik csak a szociális intézmények tekintetében a szűrés. 6100 dolgozót érint. Ezek szükséges gyors tesztek, ezek a tegnapi napon leszállításra kerültek. Hétfőtől pedig az egészségügyben és az oktatásban dolgozók tesztelése is elkezdődik. Mondja a nevét. Őket 2000 orvos és egészségtudományi szakos hallgató teszteli majd, akiket további 1000 önkéntes, de nem egészségügyi képzésre járó hallgató szállít. A kétfős hallgatói egységeket is minden nap tesztelik majd. Az önkénteseket egyebek mellett oktató videók segítségével az Országos Mentőszolgálat munkatársai készítették fel, és napi 10-12 órában szűrik majd az embereket. Nagyon nagy tapasztalatot ad, és remélhetőleg jövőben tudom hasznosítani, de ne legyen még egy ilyen. Mintegy 17 ezer helyszínen csaknem 370 ezer ember tesztelnek antigén gyors teszttel országszerte. Minden kormányhivatal mintavevő egységeket hoz létre. Ezeknek a mintavevő csapatoknak a száma a megyékben működő bölcsödék, óvodák és iskolák számától és az ott foglalkoztatottak számától függ. Országszerte mintegy 1000 mintavevő csapatot indítanak el a kormányhivatalok, akik terveink szerint a 7-5 munkanapján keresik majd fel az intézményeket, és az antigén gyors tesztekkel tesztelni fogják az ott dolgozókat. A tesztelés mindenki számára önkéntes és ingyenes, de akinél pozitivitást mutat a vizsgálat, annak ezt jelezni kell a házi orvosnak. Ebben az esetben a házi orvos kollégák fogják fertőzöttként rögzíteni az NNK által működtetett járványügyi rendszerben, és ezt követően történhet meg a népegészségügyi szakemberek részéről a kivizsgálás, tehát a kontaktkutatás és az egyéb járványügyi teendőknek a véghezvitele. Ahogy nő a nyomás, egyre inkább az egészségügyi dolgozóknál, a szociális intézményekben dolgozóknál, meg az oktatásban dolgozóknál nő az igény. Azért tesztelik az egészségügyi, szociális és oktatási ágazatok dolgozóit, mert ők kérték, mondta Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban. A kormányfő aláhúzta, a gyors tesztek 90%-os pontossággal mutatják ki a fertőzést, a negatív eredmény azonban csak 50-60%-ban hihető. Jobban érzik magukat valahogy, magabiztosabbnak érzik magukat az emberek, hogyha egy ilyen tesztelésen átmennek. Ez egy nagy logisztikai feladat megszervezni, hogy az ország legkisebb településének az iskolájában is megtörténjen a tesztelés, és ne csak egyszer, hanem ha lehet többször, de készen állunk erre. Ez a tesztelési forduló jövő hét péntekig tart országszerte.